Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. A mai üzenet címe érték. Nagyon fontos az emberi életben az önértékelés. De nem a leértékelés. Értékek minden emberben vannak. Olyan ember nincs, akiben ne lenne érték. Most csak egy hasonlattal jönnék. A Földön a pénz nagy érték. Az emberek mindenre képesek érte. Ha most kiveszek a zsebemből egy 1000 forintos, ezt most úgy vizuálisan képzeljük el, és összegyűröm, veszít az értékéből? Nem. Mert ha kisimítom, ugyanannyit ér. Ha összegyűröm és megtaposom, talán veszít az értékéből? Nem. Semmit nem veszített az értékből. Az emberekhez nem lehet hasonlítani a pénznek az értékét, még egy napon sem lehet említeni az emberi élet élettel, de van úgy, hogy olyan az emberi élet, mintha összegyűrnének, vagy megtaposnának, és mintha értéktelenné válnánk. Azért, mert az élet vagy élethelyzetek összegyűrtek, vagy megtapostak, én mégis azt mondom, hogy minden emberben csodálatos kincsek és értékek vannak elrejtve. Egyszer én is éreztem, hogy úgy magamat, mint egy összegyűrt, megtaposott papír. Értéktelennek hittem önmagamat. De valaki felnyitotta a szememet, hogy mennyire értékes vagy, mennyire értékes vagyok egy valakinek biztos. Ez pedig nem más volt, hanem az Isten volt, aki felállított, önbizalmat adott és rámutatott arra, hogy értékes vagyok számára. Isten szent igéje ezt mondja Pál levele a rómabeliekhez, 8.32-es ige rész. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindjájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ha a világ szerint értéktelenné válunk, vagy az élet gondjai meggyűrtek, vagy megtapostak, van valaki, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte értem, és mindenkié. Az érték ott rejlik belül az emberi szívben. Megkérdezte Isten tőlem, te kinek látod magadat? Hát lásd értékesnek önmagad. Lásd az én szeretetemet, és ez felnyitotta a szememet. Te, vagyis önök, kinek látod magad? Isten szeretete ma is áramlik. Nem csak értem, nem csak én bennem világít az értékekre, hanem minden emberben ott rejlik egy fény, egy kincs. Azt üzeni ma nekünk az Isten, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Amikor megnyílik a szív Isten szeretetére, új értékek jönnek felszínre, és már nem csak az önmagunk értékét látjuk, hanem másokét is. Az igazi érték mindegy, ha összegyűrtek vagyunk, vagy megviseltek. A szeretet és az Istennel való kapcsolat, mert ő maga a szeretet, aki megvilágosít minden embert. Isten áldja önöket!